Jó! Szakaris lekészíti a társnak, nagyszerű volt. Szépen körbehozza a korongot Johnston. Egy lövés! Jó, azonban a blokk, és ezzel egy az egybe lehet menni. Sinkaruk indul meg, Sinkaruk vagy Adorján. Ott a vezetés a Fradinál. Sinkaruk góljával 1-0. Adorján Attila most sem kezdi jól ezt a mérkőzést. Mondtam, hogy fogok beszélni róla, hát most már indokolt is. Nem csak az első mérkőzésen kezd álmosan a DVTK kapusa. Oda passza, de vissza csorog a Fradihoz. Kovács. Hitamaki, Kovács kapja, nincs azonban a lövés, és pass sem volt középre, most, és ott a második gól a Ferencvárosnál. Sinkaruk érkezett a hosszú oldalon, és megduplázza az előnyét a hazaiaknak, és a saját góljainak a számát is. Carter Sinkaruk góljával tehát 2-0. Dendler. Kovács, Vojtko bent tartja még a Fradi harmadában, és Rafaj kiegészül a Ferencváros, Rafaj megy el, és ott a harmadik Fradi gól! Rafaj a legjobbkor tért vissza a büntetőpadról, Rafaj Attila góljával 3-0! 28 másodperc van még Szumi kiállításából. Joe! Szakaris lövi el, és ezzel szépít a DVTK. Becsúszott szemvel a lábai mellett között, a korong is kihasználta az ember előnyét a DVTK.